azért, hogy Magyarországon azért nagy számban élnek zsidószármazású polgárok, akik ebben a háborúban közvetlen vagy áttételesen, érzelmileg mindenképpen érintve vannak. Tehát ez egy olyan háború, amiben a magyar összes állampolgár egy bizonyos része, mint egy személyes ügyként érintve van. Neki különösen fontos, hogy mi történik ott. Ráadásul ők a fenyegetettség érzetüket nem a budapesti utcák állapotából vezetik le, hanem azzal, abból, hogy mi van éppen Izraelbe. Meg, hogy vannak-e nyugat-európában antiszemita akciók, vagy a zsidó közösségek biztonságban vannak-e nyugat-európában, vagy nem. Vagy ki lehet-e menni, bázonsítható zsidó viseletben az utcára, vagy nyakon vágják az embert, mint hogy ma ez már Nyugat-Európában általános. Lehet-e normálisan élni, vagy nem? Tehát ez a háború a magyar állampolgárok egy bizonyos százalékát a lehető legközvetlenebbül érinti, ezért nekünk az ő védelmük érdekében mindent meg kell tennünk. Tehát közvetlen az ő védelmükkel összefüggő biztonsági teendőink is vannak mindig Magyarországon, ha közel-keleten a konfliktusok kéleződnek, mint ahogy most éppen ez történt. Ezért kellett összehívnom a Nemzetbiztonsági Kabinetet, hogy minden magyar állampolgár biztonságát garantálni tudjuk származásra való tekintet nélkül.